Örömmel vagyunk itt, és tulajdonképpen azt látom, hogy a nagy találkozásoknak a pillanat azért folyamatos, hiszen mindig érkeznek friss emberek, vagy éppen aki megérkezik, és csak nagyjából egy éve találkoztunk. Szóval baráti társasággá vált az, és ennek nagyon örülök. Én külön szeretném jelezni most is, hogy ugye Japánból két vendégünk érkezett, akiket én külön is szeretnék köszönteni. Toyama Cityből a delegációt, és természetesen azt gondolom, hogy van két nagyon fontos vendégünk, akik holnap előadást tartanak. Szevadám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, és Kunkovács László, Kossuth díjas fotográfus. És szerintem egy zseniális előadás. Legalábbis egy nagy izgalommal várom, mint a mind a két előadást. Nagyon nehéz egy olyan kiállításon érdemben megszólalni, amikor még a tábor el se kezdődött, hanem mindenki megmutatja azt, hogy mit hozott otthonról. Ezért úgy gondoltam, hogy engedjék meg, hogy egy régi problémámat osszam meg önökkel, hogy miért is fest az ember. Ez úgy vélem, hogy talán nem haszontalan akár a kiállítás látogatónak, akár az alkotóknak magának meghallgatni. Én közel 60 éve festek, rajzolok, üzem ezt a műfajt, és meg kell mondanom, hogy nem sokszor vetődött fel bennem ez a kérdés, hogy miért is csinálom. Hát az emberek ehhez van késztetése, esetleg jobb esetben tehetsége, hát persze, így van ez. De hogy mi szüksége erre? Az csak mostanában kezd felderengeni előttem, ahogy a tudatos lény ráébred arra, hogy mulandó, ráébred arra, hogy a létezése megkérdőjelezhető, és ugyanazt a kérdést teszi fel, amit mindegyikünk feltesz magának, aki egy kicsit mélyebben gondolkozik, hogy mit dolgom nekem ezen a világon? Mit keresek én itt? Miért kell nekem szembesülnöm azzal a dologgal, hogy meg kell hallnom, és hogy tulajdonképpen egy gyönyörű dologból kitaszítatok, és mi van utána? Ez az emberben egy rettegés szül. És ez a rettegés a természettől való elszakítottság és kitaszítottság hozza létre a művészetet.